Sziasztok, Jelenek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban a The Complex Expedition nevezetű játékot hoztam el nektek, amelyet az elmúlt időszakban rengetegen ajánlottatok. Innen is köszönöm szépen. Annyit tudok erről a gameről, hogy ez egy backroomsos játék. Na, de hogy mégis mit kell csinálni, az egy rettentő jó kérdés. Hogyha egyébként örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha pedig valaki még mindig nem iratkozott volna fel ide a gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt, talán ki kell majd szabadulnunk. És mi komoly már, hogy ilyen VHS-es nézete van. De rá is megyek a sztorira, ugyanis ezek szerint ez egy sztori alapú játék. Ki tudom választani, hogy az első kazettát kezdem el, és oda kreálom a mentésünket, be is helyezzük a mi kis kazettánkat, és akkor vajon bele fogunk csöppen egy backroomsba. 1988 van, és ott is volt az emberünk neve, aki dokumentálta ezt az egészet. Ne! Ez ennyire profi! Hát full úgy néznek ki ezek a felvételek, mint amelyeket annó néztünk a fő csatornámon. Ők nagyon is megindulnak a backroomsba. És várjatok, ezt már én irányítom. Micsoda átvezetés volt ez! Brutális! Szóval benne vagyunk akkor a videókazetta felvételben. És kajakra, ezt már én irányítom. Közben az emberünk dokumentálja, hogy mégis mi történik. Nem kéne valami kötelet magunkra kötni? Hogy nehogy valami szörny megöljön minket? De ameddig van nekünk utunk, illetve nem vagyok egyedül, valamilyen szinten biztonságban érzem magamat, attól függetlenül, hogy a világ egyik legeslegparább helyén vagyunk. És tuti, hogy mi is ilyen komoly védőruhában lehetünk, mik azok a kilógó csövek amúgy? Lehetséges, hogy az oxigénje? Meg mi lehet az aktatáskájában? Nagyon remélem, hogy nem fontosak ezek a beszélgetések, amelyeket most folytatunk vele, ugyanis átbeszélem az egészet, és nem is figyelek rá. Na de menjünk ki szépen utána, ugyanis ő eléggé rutinos, backroomsba járó emberkének tűnik. Szerintem ő nagyon is vágja, hogy mégis mi újság van, hamarosan pedig mi is meg fogjuk érteni itt a történteket, de akkor ez egy ilyen sétáló szimulátor lesz. Ameddig nem tévedünk el, addig minden rendben van. Ugyanis az ilyen játékokkal az szokott általában a problémám lenni, hogy teljesen elveszek, ugyanis brutálisan rossz a tájékozódási képességem, de ezek alapján van ott még egy emberke, és már hárman vagyunk, és én vagyok konkrétan a kísérleti alany, aki itt át fog mászni? Hát de milyen vastag falak vannak itt? Srácok, ti nem jöttök utánam? Léci, gyertek már utánam, ugyanis nem szeretnék egyedül maradni. Pont most örültem meg, hogy nem kell majd itt egyedül össze-vissza mászkálnom, erre pedig teljesen egyedül fogok maradni. Srácok, gyertek ti is. Én most jelentem nekik, hogy mégis mit látok. Na de fel is tudunk állni, és akkor itt körbe is tudunk nézni. De ők nagyon nem indulnak meg. Nem már. De nézzük a jó oldalát. Oké, hogy teljesen egyedül maradtam, de legalább ők folyamatosan tartják velem a kapcsolatot, és kommunikálnak, meg kérdezgetik, hogy mégis mit tapasztalok, meg mit látok. De kajakra, hogy lehetünk ennyire felelőtlenek, hogy mi vagyunk itt a kísérleti patkányok? Aha, szépen mindent elemzünk. Hogy micsoda? Meg jelentünk nekik. Mi történik itt?
hát a kapcsolat teljesen megszakadt, és mi egy másik backroomsba kerültünk, a backroomson belül, vagyis pontosabban egy másik szintre. És ez volt a játékunknak még csupán az intrója? Elejtettük a kameránkat, illetve a kis walkie-talkinkat. A walkie-talkit már sikeresen felvettük. Mennyire megvan rémülve az emberünk? Hát nem csodálom, ugyanis nagy eséllyel teljesen itt ragadtunk. De bízzátok csak ide, úgyis jól tájékozódok, ugye? Aha. Szerintem őt halálra ítélhetjük már. És nem fog megmenekülni innen. Aha, errefele full sötétség van. A játékunk akkor annyira segít nekünk, hogy arra kéne mennünk, amerre van fény. Na de itt erre is van fény, meg erre is van fény. Melyik irányba menjek? Túlságosan egyszerű lett volna, hogyha egyenesen tovább megyek. Szóval el is jöttem erre. Hát ha ez lesz a jó irány, tudjátok. Aha. Itt fullba vissza tudok jönni középre. Menjünk akkor egyenesen ezen a folyosón végig. És bízzunk abban, hogy ki fogunk innen jutni. Ugyanis gondolom, ez a játékunknak a célja. De most konkrétan egy labirintusban vagyunk, amelyből szinte lehetetlen kijutni, de bizakodjunk, lehetséges, hogy másnak lehetetlen, na de nem nekünk. Aha, valahogy amúgy ki kéne tudnunk silabizálni a lámpákból, meg a fényekből, hogy mégis mikor, merre kéne haladnunk. Például tuti, hogy nem errefele. És mi komoly már, hogy itt vannak nekünk csapjaink. Minden résznél különböző dolgok fognak akkor megjelenni. Csak azt ne csináljam soha, hogy elkezdek véletlenül visszafele menni. Hát attól tartok én a leges legjobban, hogy már szépen haladok egy csomót, utána pedig elkezdek a rossz irányba visszafele menni. Aha, ezen az ajtón keresztül nem tudunk semmit sem csinálni. Ott láttam, hogy van nekünk egy lépcsőnk, mégis ki ez a tag? Nem tetszik ez nekem. De eléggé ötletesen van elkészítve ez a játék. Meg brutálisan komoly elemek vannak benne. Egyenlőre rettentően tetszik. Aztán, amikor már fél órája itt szívok ezzel, hogy kijussak, lehetséges, hogy teljesen mást fogok mondani. Az emberünk mégis miért ilyen lassan ment a lépcsőn? Na, itt van nekünk egy kanapénk, hogyha már ne talán nagyon kifáradtunk volna, akkor akár le is dőlhetünk. Hát ezek szerint nem errefele kell tovább haladnunk. De az előbb mi volt az a sípolás hang? Jó, akkor menjünk is vissza, ugyanis ez a rossz irány. És ki tudja, hogy még mennyi rossz irány lesz itt. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy rengeteg. Jöjjünk is akkor ki innen, és menjünk is mondjuk errefele, és bízzunk abban, aha, hogy nem innen jöttünk. Jó. Egyáltalán nem szimpatikus nekem ez a hely. És tuti, hogy igazából ez valami brutálisan nehéz hardcore játék, amelyet csupán a playereknek a 0,01%-a tud kivinni, tudjátok? És azért ajánlottátok, mivel ismertek, hogy rettentő nehezen tudok tájékozódni, meg az idegrendszeremmel is vannak bajok az ilyen játékok során. És szerettétek volna látni, hogy kirédzselek. Hát hiába találtunk itt egy ajtót, errefele sem lehet kimenni. Attól tartok egyébként, hogy brutálisan nagy lehet itt a pálya, de fú, de idegesítő, hogy ennyire lassan megy a lépcsőn. Bár amilyen védőruhában vagyunk, meg amennyi felszerelés lehet nálunk, nem csodálom. Látjátok amúgy ti is, hogy folyamatosan egyre rosszabb minőségű a képünk. Hát annyira homályos már,
hogy szinte alig látok bármit is. Ez vajon egy idő után meg fog változni? Vagy fogy az emberünknek az oxigénje? De nem, azt tudja, hogy nem, mivel a kameraképünk a sokkal rosszabb. Aha, de még legalább életben vagyunk, és ez a lényeg. Fú, de csalókás pálya elemek vannak itt. Ugyanis ahogy az előbb megtapasztalhattuk, hiába van valamikor egy sötét rész, hogyha egy kicsikét beljebb megyünk, akkor világos lesz. Szóval még ebből sem tudhatjuk meg mindig, hogy mégis merre fele kell haladnunk. Na de most vajon már megint full a rossz irányba jöttem el? Bele lehet őrülni ebbe a gémbe, már most mondom. Nem tudom, hogy meddig lesz türelmem ehhez. Vagy lehet, hogy túl sokat sprinteltem. És azért megyünk már furábban is. Na de jó, errefele van út. Ameddig van út, addig nincsen probléma. És ameddig a karakterünk életben van. Hogyha már így kibabráltak vele a munkatársai, mentsük meg ugyanis az élete a mi kezünkben van. Mi ez a cucc itt? Kíváncsi leszek egyébként, hogy még milyen különböző elemek lesznek itt a backroomsban, ugyanis szerintem rengeteg érdekesség. Hát ennek a játéknak köszönhetően legalább még több mindent meg fogunk tudni. Aha, most itt teljesen más stílusú a pályánk, és már itt van egy korlát. Néha-néha így ráfókuszál különböző dolgokra. Jó. Itt ruhák vannak. Na de ne csináljátok velem! Ez ennyi volt, és nem tudunk tovább menni. Szóval hiába találtuk ezt meg, nem tudunk itt tovább haladni. Jaj. És erre? Hát erre sem. Szóval most teljesen már megint vissza kell fordulnunk, ugyanis nem itt van a kijárat az ajtókkal, pedig sohasem tudunk interaktálni. Hát próbáljunk rá azért a biztonság kedvéért, aha, hogy nem tudok ezzel sem interaktálni. Hiába örültem meg a fejemnek, hogy végre itt valami más lett, nem erre kell haladnunk. Na de hogyha nem erre kell, akkor mégis merre? Léci, mondd azt, hogy nem erről jöttem. De fú, de eltévedtem már! Valami kis segítséget csak adhatna a játék. Teljesen másik irányba jövök, hát ha beadja. Ez az egész játék a kitartásról szól. Hogy képes vagy-e, na, tűnj innen, hogy képes vagy-e rengeteget szenvedni a célod érdekében. Hát alapból képes lennék, de hogy most össze fog-e jönni egy ilyen célért, hogy megmentsünk egy nem létező embert, nem tudom. Hamarosan ki fog derülni, hogy el fog-e fogyni hamarabb a türelmem, mint hogy kijussunk innen. Jó. És jaj, de szuper, már megint körbe mentem, mi? Vagy nem? Mi baj, hogy itt megint zsákutca lesz? Aha, itt nagyon is zsákutca van. Miért vagyok libabőrös? Itt van nekünk egy másfajta kanapénk. Na de, errefele is tudunk menni. Hú, már azt hittem, hogy itt is zsákutca lesz, de szerencsére nem. És már megint hallottam ilyen sípolást. Jaj, itt van egy ajtó, szóval itt van a zsákutca. Aha, itt van nekünk egy lépcsőnk, ez lesz a jó irány, én érzem. Bízzátok csak ide. Közben mindjárt kiderül, hogy igazából már itt is voltunk, tudjátok. És nincsen errefele semmi, aha, már itt is voltunk. Ember! Menjünk is be erre, ugyanis semmi veszíteni valónk nem lehet. Aha! Na várjatok, várjatok, várjatok! Itt mi nagyon is át tudunk kúszni. És ez biztos, hogy nem véletlen. Megtaláltuk akkor a kiutat, vagyis pontosabban közelebb vagyunk a kiúthoz.
De már megint egy ugyanilyen színű terepen vagyunk. Na. Jó, az emberünk már teljesen fel is kelt, és akkor ismételten tudunk futni. Itt pedig válfák vannak a földön. Arra jöttem rá egyébként, hogy mintha úgy lenne, hogy amikor egy kicsikét sipol nekünk, akkor az azt jelenti, hogy jó fele megyünk. Ezzel csupán az az egyedüli probléma, hogy rettentő kevésszer sipol nekünk a játék. Nézzünk el szerintem erre. Aha! Hoppá, hoppá! Itt még tudja, hogy nem voltunk. Menjünk el akkor errefele. Itt már van másfajta szőnyeg. Ez nagyon nem véletlen. Hát Mr. Robert felfedez itt mindent. Ráadásul még párnák is vannak a földön. Na! Hát milyen változatos játékelemek vannak itt. Mi volt ez a hang? Hát én amondó vagyok, hogy menjünk is le itt szépen a folyosón, és derítsük is ki. Aha, itt vannak nekünk már másfajta székeink. Nagyon is haladunk. Na de hogyha itt legugolok, át tudok itt kúszni. Jaj. Ebben a videóban tudja, hogy nem fogjuk ezt kivinni, hogyha ez tényleg ilyen nehéz? Aha, itt pedig már egy boltba csöppentünk. Hát rendes, üres polcrendszerek vannak itt. Hoppá, hoppá! Ez egy kínai? Nagyon úgy néz ki. Na de itt van a legtöbb fény, szóval én eljövök erre. És nézzük meg, hogy itt mégis mi van. Ráadásul most nekünk sípolt a játék. Szóval akkor jó fele vagyunk. És egyre közelebb van a kijutás. Itt van egy lépcső. Először nézzük meg, hogy mégis ez hova vezet minket. De az a baj, hogyha ez elvisz minket nagyon messze, akkor egy csomó időnk el fog menni feleslegesen, de legalább van ott nekünk egy ajtó, és ez jelzi, hogy nem errefele kell tovább haladnunk, hanem szépen le kell googolnunk, és akkor jöjjünk is el erre. Jó. Menjünk is át itt a következő falon. Hát egyre durvábban benne vagyunk ám itt a backroomsban. De remélhetőleg a kiárat már egyre közelebb lesz. Na, kedves emberke, léci, álljál fel, köszi. De nem áll. Hát haver, kín szenvedés árán ide jöttem. Erre pedig nem erre fele kell tovább haladnunk? Hát de ha nem erre kell, akkor mégis merre? Most kajakra menjek vissza, és valamerre van nekünk egy másik utunk is. Teljesen nyugodt vagyok, és egyáltalán nem vagyok ideges, végül is csak egy órája szívok ezzel. És szerintem full vissza kell jönni, és az csupán ilyen becsalogatás volt, hiába arra fele volt a fény. Nem arra kell tovább haladnunk. De fú, mégis merre menjek tovább? Na erre fele mi van? Mondd azt, léci, hogy nem innen jöttem. Jó, itt van nekünk egy pultunk. Na ezt a pultot én még tudja, hogy nem láttam. Hogy mi? Végig nyomkodtam, és most derült ki, hogy ki lehet nyitni az ajtókat. Méghozzá az F-vel vagy a G-vel? De kedves játék, ezt miért nem mondtad nekem eddig? Szóval akkor ezek szerint az összes ajtón be tudtunk volna eddig menni, és ez most derült ki. Na vajon ide fel tudok ugrani? Hát... sajnálatos módon nem. Szóval menjünk is egy másik irányba. Mi ez a hang? Várjatok már. Van valami hang. De mintha errefele kezdene elhalkulni. Libabőrös vagyok. Aha.
Most pedig már hangosodik, itt pedig már megint teljesen máshogy néz ki ez a backrooms. Szóval, akkor valamit csak jól csináltam. Folyamatosan elbizonytalanít ez a játék. Hát szándékosan úgy van elkészítve, hogy soha se tud, hogy mégis mikor cselekszel valamit jól, de most az előbb nagyon is volt egy kis sípolásunk, amely nagyon is jót jelent. Szóval akkor most jó fele megyünk? És tudjátok, mindjárt kiderül, hogy igazából erről jöttünk. Léci, legyen még egy sipolás! Hát de már megint megváltoztak a falak. De nem, tudja, hogy nem innen jöttem. Hogyha lesz megint sipolás, akkor nagyon jók vagyunk. De bőven az is benne van, hogy egy full zsákutcába jöttünk. Liba bőrös vagyok. És csak át akar itt verni minket, aha. Na ez a hely, meg mégis micsoda? Az a lényeg, hogyha látunk ajtót, azt mostantól kezdve ki fogjuk nyitni. Egyre betegebb helyeken vagyunk, és itt már a plafon is teljesen más. De az a tolószék miért van az ajtó előtt? Jó, nem tolaszolj el. Szóval ezen az ajtón, ha minden igaz, be fogunk tudni menni. És tényleg az összes ajtót ki lehet nyitni? De kajakra, miért nem mondta ezt el nekünk a játék? És miért magamtól kellett erre rájönnöm? Egy óra szenvedés után. Szerintem a készítők nagyon is örülnek a fejüknek, hogy ha, szivatjuk ám itt a játékosokat, jöjjenek csak rá itt a kis apró dolgokra, saját maguktól. Na de ezen a szőnyegen, én az előbb nem is tudtam sprintelni. Na de most... kijöttem. Onnan, ahol már egyszer voltam. Csak ugye nem haladtam itt tovább, mivel ajtó volt. De most már tovább tudok haladni. Mivel ki tudom nyitni az ajtót. De nekünk vajon a backroomsban minél feljebb, vagy minél lejjebb kell haladnunk? Mert itt most sípolás volt, amikor én feljebb jöttem. Ez azt jelentheti, hogy valamerre erre van nekünk a továbbhaladásunk, vagy pedig erre is teljesen vissza kell menni, és ez is csupán bevitt minket a rosszba. Na de ne haragudjatok, nekem ebből a játékból már bőven elég volt most, szóval ennyi is lett volna ez a videónk. Nagyon remélem, hogy bejött nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a harmadik csatornámmal együtt. Én köszönöm a figyelmet, Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!